kolozsvári látássérültek és gyengéllátók líceumában tanító Cseh Katalin saját diákjainak ihletésére írt gyerekverseket. A nem látók a könyvhöz mellékelt CD-n hallgathatják meg a költeményeket, a könyvben szereplő érzékeny, míves rajzokban pedig a látók gyönyörködhetnek. Elmélkedő. Fogyatékos vagyok, mondják sokan. Mert nem látok és fehér bottal járok, s néha neki megyek egy-egy oszlopnak, vagy a járda szegében megbotlom. De tudjátok, nekem is van rengeteg kis és nagy titkom. Nekem is vannak vágyaim. Olykortán terebélyesek. Fészkelődnek lelkemben, sötétben felfelfénylenek. Eredetileg brejírással szerettük volna, brejírás és a rendes nyomtatás eszközeivel létrehozni ezt a könyvet, de olyan költséges lett volna, hogy erre a kiadónak nem volt módja, és ezért döntöttünk inkább úgy, hogy szóljon ez a könyv a látókhoz is, és a látássérültekhez is, tehát legyen egy olyan CD, amin a látássérültek is meghallgathatják ezeket a verseket. Az illusztrációk viszont nagyon is a látóknak szólnak, mert különlegesek. Ki készítette őket? Kovács Péter grafikus művész készítette az illusztrációkat. Borzasztó nehéz feladata volt, mert meg kellett képekben rajzolnia azt, amit a versek ugye teljesen távol tartanak maguktól, tehát a látvány, a képeket, a látványvilágot, és ő azt választotta azt az utat, hogy nem az a vers szituációkat rajzolja meg, tehát azt, hogy krumpli főzelék volt vacsorára, és utána teáztunk, vagy azt, hogy éneklő babát kaptam karácsonyra, hanem helyette megrajzolta azokat az érzeteket, amiken keresztül a világot érzékelheti egy vak. Például nekem nagyon tetszik az a kép, hogy milyen lehet egy csillag. És azt mondja rá a vak főhős, hogy biztosan szúrós, nem tenném a párnám alá. Ez nekem nem jutna az eszembe, mert én fölnézek az égre, megnézem éjszaka a csillagot, látom a fényét, arról jellemzem, vagy az alapján képzelem el. A vak kisgyerek pedig érzeteket, ilyen tapintási érzetekhez hasonlítja, hogy milyen lehet egy csillag. Na most ezt magát, az ilyen típusú érzékelést, szaglás, hallás, ízérzék során, ami minket megtalál, ezeket az érzéseket, próbálta, vagy érzeteket a grafikus művész lerajzolni. A könyv egy kísérlet, egyébként egy nagyon érdekes kísérlet, ami szerintem egyedülálló, hogy a különböző művészeti ágak próbálnak meg, tehát különböző művészeti ágak találkoznak. A képzőművészet, ugye a rajz révén, a költészet, a nyelv révén, és végül is a CD, tehát a hanganyagban van egy zenei blokk, ugye a felvezető zene és a levezető zene, ott pedig a Dóka Attila zeneszerző próbálta meg az érzeteket, vagy az érzékelést a hangok vagy a zene nyelvén kifejezni, úgyhogy egy kicsit ilyen összművészeti könyv született. Pár vers. Terike. Szeretek vonaton ülni és utazni valahova, de leginkább haza, mert otthon mindig várnak. Smálna szörpillata van a kedvenc babámnak. Lacika. Nem szeretek vonaton ülni és sehova sem utazni, legkevésbé haza, mert otthon nem szívesen várnak. Hideg szappan illata van az édesanyámnak.